Üdvözlet mindenkinek, és 2019. március 29-én ez lesz az, az élő adás az Infobubble csatornán. Még akkor is, hogyha ez az Infobubble 2, de hát kénytelenek voltunk ide költözni, és ez pont a témába vág, úgyhogy lehet, hogy ezzel el is lehet kezdeni ezt. Az oka annak egyébként, hogy Kénytelenek vagyunk ezen a csatornán folytatni az pontosan az, amiről ma szó lesz, mégpedig a szerzői jogvédelem és hogy hogyan fogja ez az internetet befolyásolni a jövőben. Ugyanis három hónapig nem lehet élőadást, nem tudok élőadást tartani a másik csatornán, mivel állítólag valamiféle szerzői jogot megsértett az egyik élő adás. Meg fogjuk nézni ezt a 13-as cikket, ami tulajdonképpen 17-es, de mégis mindenki úgy ismeri, mint 13-as cikke, vagy Article 13. Azután pedig meg fogjuk nézni magát a 13-as számot, mert szerintem érdekes az is, és aki érti, hogy hogyan is működik a világ valójában, az tisztában van azzal, hogy, hogy ez a világ egy egész más hely, mint ahogy azt nekünk mondják, és mindennek jelentősége van, még annak is, ami a hazugság. De főleg annak, amit a legtöbb ember észre sem vesz, ami a háttérben zajlik, ami rejtve van az átlag ember szeme elől. Amit először megszerettem volna, illetve meg szeretnék mutatni, Hmm, bocsánat, az az egy videó. Kezdjük el, szerintem az lesz a legegyszerűbb, hogyha nem én mondom el, hanem lehetővé teszem azt, hogy elmondja mindenkinek ilyen korzány hogy mi is a 13-as a lényege, és szerintem ez nagyon rövid, három és fél perc, hogy megpróbálom lefordítani, amennyire tudom, ilyen Corzine egyébként egyébként egy ügyvéd amerikai, és különféle YouTube, illetve Google internetes jogi ügyekkel foglalkozik. Ő készített egy rövid videót erről a 13-as úgyhogy ezt fogom lejátszani, és akkor közben lefordítgatom, amit ő mond. Úgyhogy kezdjük el egy pillanat. Well, I think our biggest fear in the YouTube community has come to pass. In a 348 to 274 vote, the European Union's parliament voted to enact Article 13. Ja, arról beszél, hogy a, a legrosszabb félelmünk valóra vált, és az Európai Parlament elfogadta a 13-as is mert törvény tervezetet ez még nem jogerős, ezt is meg fogjuk tudni a későbbiekben, de a törvénytervezetet már elfogadta.: Which has been renumbered Article 17 of the Copyright Directive. I think memes are gone, I really do, and I think you could forget about European live game streamers. So what can we do about this? Amit ő mond az az, ami végül is csak részben igaz, hogy a mémek elfognak tűnni, illetve a gifek ehhez hasonló internetes kommunikációs eszközök, de ugye a mémet mindenki ismeri, szerintem a mém az egy kép és egy felirat rajta, általában humoros vagy valamiféle ismeretterjesztő jellegű, a gif pedig ezek a rövid mozgó képek. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez, ezeket nem fogja érinteni a törvény tervezet, de ezt meg fogjuk nézni, illetve meglátjuk a későbbiekben. Ami viszont probléma és bizonyára így lesz az az élő, vagy pedig a felvételről való számítógépes játék, vagy konzol a közvetítése, ugyanis az egyértelműen szerzői jogok védelme alá esik, ugyanúgy, ahogy zeneszámok és filmrészletek. Persze ezeket nem mindet ő mondta, én is hozzátettem néhány dolgot, de nagyjából ez az, amiről beszél. let's hit this hello my friend i'm ian corzine your youtube community lawyer today we're going to be talking about the european union's passing of article 13 or what youtubers call the meme killer law what is article 13 yeah I'm gonna tell or what's been renumbered article 17 well the relevant text is right here if you're an online content sharing service like YouTube or Twitch and you publish a creator's video which has copyrighted material on it then the platform itself can be held civilly liable to pay money damages okay amit az, hogy amennyiben egy olyan platform, mint a YouTube vagy a Twitch, amit ő említ, de ez, Google nem, Google Plus de Instagram, az összes többi tulajdonképpen, Snapchat, bármelyik ezek közül, és a kisebbek is, amelyeket esetleg nem is, nem is nincsek is benne a köztudatban annyira úgy, mint mondjuk Bitshoot, meg a többi. A lényeg az, hogy ezek a platformok felelősek azért a tartalomért, amelyet a has, felhasználók feltöltenek arra. Nem a felhasználó az, aki aki végül is a felelősséget vállalja, hanem maga a platform. Ez úgy tűnik első kifutása, vagy első ránézése, persze. A laikusnak gondolom, hogy nagyszerű, hiszen nekünk nem kell vele foglalkozni. De a helyzet az, hogy amennyiben a platform felelős, nyilván meg fog tenni mindent azért, hogy kiszűrje, azokat a tartalmakat, amelyek a szerzői jogokat megsértik hogy elkerülje a felelősségre vonást, illetve különösen szerintem a kártérítésnek a fizetésén. To the original owner of that copyrighted material. The previous law, or the law that's in effect in most non-European countries, is a passive system. It gives the platform a safe harbor, meaning it can't be sued, and it pushes the dispute between the video creator and the original copyright holder off the platform. És az eddigi, az eddigi törvény az pont az ellenkezője ennek, ha lehet ezt így mondani, az a szerzői jognak a birtokosa, illetve a tartalom feltöltője között hozza létre ezt a jogi kapcsolatot, hogy ők rendezzék ezt a vitát. Azonban ez az új törvény áthelyezi a felelősséget a platformra. Most képzelje mindenki, hogy mi az, amit mondjuk YouTube vagy az összes többi tenni fog. Természetesen megpróbálja kiszűrni, hogy minél kevesebb. Ilyen problémával a platformokra. As a content creator, you may be tempted to ask Ian, isn't it a good thing that now there's a law that's been passed that allows copyright owners to recover against all the bad actors? Ugye, amit mond az az, hogy most akkor ez nem egy jó dolog, hiszen az a, az a tartalom, amit mi létrehozunk, a szerzői jogvédelme alá esik, és így gyakorlatilag mi védve vagyunk. Például ez egy nagyszerű, példa, amit most én csinálok, ami most történik. Az az, az anyag, amit ő létrehozott, a szerzői jogvédelme alatt áll, ez az ő tulajdona. A törvény lehetővé teszi azonban azt, hogy, hogy az ember kommentálja ezeket. Ismeretterjesztés céljából, akár humor vagy paródia céljából is. A kérdés az, hogy mi az a határ, ahol ezt meghúzzuk, mi az a határ, ahol mennyit lehet felhasználni, abból milyen milyen célra, stb. Úgyhogy ez az egész egy relatív, illetve hát sokkal inkább szubjektív, mondjuk a, a döntő bírónak a ítélő képességére van bízva, hogy az, az anyag, amit mi felhasználunk, az, az vajon megsérti a szerzőjogokat, vagy pedig nem. Who stole their material? Not only the person who published the video, but also the social media platform. The answer is maybe. And listen, I am a fierce protector of copyright owners' rights to their property. Ugye ő arról beszél, hogy ő egyetért ezzel részben, hiszen ő maga is egy léker szívem, de ezeknek a szerzői jogvédelem tartalmának. However, the words of article 13 do not allude to its sweeping effects in practice. Because fair use is Azonban a probléma az, hogy ennek a 13-ös cikkely megfogalmazása az az rendkívül laza és ezért nagyon széles körben fogja érinteni a, a felhasználókat, illetve a tartalomkészítőket. Mindkét oldalon, aki feltölti a videót, és az is, aki létrehozta az eredetét. És ez egy olyan döntés, amit egy számítógép vagy a mesterséges intelligencia által vezérelt platformok nehezen tudnak létrehozni. And if computers cannot pick up fair use and social media platforms can be sued for publishing content which a judge later decides is not fair use, guess what's going to happen? Platforms like YouTube, Twitch, Google, they're not going to publish any questionable content. Ugye azt mondja pontosan, amit elmondtam korábban, hogy amennyiben az algoritmus és a mesterséges intelligencia úgy dönt, hogy ezek a, a, tartalmak, amiket a felhasználó feltölt, megsértik a szerzői jogszabályokat, akkor, akkor nem fogják engedélyezni, hogy a tartalom felkerüljön. Pontosan azért, mert nem akarják vállalni a rizikot. Any content that's questionable as to its fair use, they're going to block. They're not going to publish it. So és egyszerűen csak nem fogják engedélyezni, hogy felkerüljön az a tartalom, mint ahogy az előfordult már számos alkalommal, például az én esetemben, különösen egyébként mostanában azt kell, hogy mondjam, ami nagyon frusztrál. So no videos, no audio clips, no memes, no video game live streaming that has any borrowed content will be published by the social media platforms ugye zene, amit említett, ha jól hallottam, zene, videoklip, filmrészlet, vagy pedig online, vagy konzoljáték. Ezek, ezekből a részletek mind-mind ugye kérdésesek is ebbe a kategóriába tartoznak. Most lehet, hogy itt, akik figyelik ezt az egész videót, ha, igen, azt olvastam, hogy tenyérbe mászó feje van, de egyébként nagyszerű dolgokat mond, és rendkívül nagy segítség. Amilyen rövid, mondjuk ez három és fél perc, az összes videója nagyon, nagyon hasznos és euh, informatív. Úgy, azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, ahhoz képest, amilyen rövid, nagyon is jó. De valóban a, a kinézet az nem a legszerencsésebb. De hát ez van. Igen, szóval például a számítógépes játék közvetítés, ez egy óriási biznisz, és ez most mind-mind veszélybe kerül. Ez Na mindegy, majd kitérek egyszer arra is ebben a videóban, a későbbiekben, ha más nem valakinek emlékeztetni kell rá, hogy hova is vezet ez majd a jövőben. És ugye ez egyelőre az Európai Uniónak a szabályzata. Without... És ez egy hatalmas probléma lesz Európában, de azt hiszem el fogja mondani mindjárt, hogy az nyilvánvaló, hogy ez előbb-utóbb el fog terjedni az egész világra át fog terjedni. Én ezt meg is fogom mutatni egyébként azt hiszem pont CNBC írt erről, hogy ez már az egységes online platform. Ugye a másik az, hogy a, azok a művészek, akinek, akinek a tartalmait esetleg valaki meg akarja osztani valamilyen kommentára vagy, vagy a, a sajátjaként azok is rosszul járnak hiszen kevesebb ö, nézőhöz jut el az ő tartalmuk mint például mondjuk azok a videókat ha veszi csak valaki amiket én készítek rengeteg dolog van amiről az emberek nem hallanának hogyha nem készülnének ezek a videók és aztán megnézik így azok az emberek akik az eredeti tartalmat bocsánat készítették azok ö, nagyobb, nagyobb népességhez jutnak el, vagy több emberhez eljuthatnak. Szóval mindenki rosszul jár. Igazából aki jól jár, az, azok talán a, a, stúdiók, akik a producerei ezeknek a, az anyagoknak, de őszinte leszek, ez az egész egyáltalán nem a pénzről szó. Without the ability to use, derivative works under fair use principles, Kids, will be stymied. While some artists will be able to get out their original works on the larger social media platform. Ugye anélkül, hogy, hogy ez a másodlagos forrás létezne a művészek számára, nehezebb lesz a megélhetés számukra. Nyilván a nagyobb, a nagyobb előadóknak, mondjuk a híresebbeknek teljesen mindegy, de, de rengetegen vannak, akik, akiknek ez nagyon fontos. Például azt elmondom, hogy amennyiben én használom mondjuk az ő videóját, és az algoritmus érzékeli azt, akkor én nem tudok reklámot elhelyezni benne, de ő igen. Szóval minden, minden reklámbevétel utána azt, fog, azt fogja megilletni, akinek a tartalmát felhasználják. Ez gyakorlatilag egy másodlagos jövedelem a számukra. Azonban ez meg fog szűnni, hiszen az algoritmus kiszűri ezt, és nem fogja engedni egyszerűen, hogy feltöltjük az internetre. És a kisebb um, social media platformok nem fognak tudni megélni Európában. Meg hát ugye sehol se. De, de mondom, nehogy azt így valaki, hogy, hogy ennek bármiféle köze is van a pénzhez. Ennek semmiféle köze nincs a pénzhez. And that's because they can't afford the content ID filters, the large computers that it will take to adequately protect them against lawsuits. Igen, érdekes, mondasz, pedig az, hogy nem fogják, nem fogják tudni megengedni azt, hogy megvásárolják ezeket a programokat vagy algoritmusokat, amelyek kiszűrik a, a szerzői tartalmakat. De a, a másik dolog, amit szintén nem engedhetnek meg maguknak, az, az, Hogy ezáltal szembenézzenek azokkal hogy az a jogi eljárás tömeggel, amit mondjuk ez magával vonz, hogyha elkezdik a, az emberek, a felhasználók feltölteni a különböző tartalmakat, és aztán ugye az elnőző szerveknek természetesen megvan a saját algoritmusa és, és programjai, amik viszont kiszűrik. Úgyhogy. Vagy, vagy megveszi valaki ezeket a programokat, nyilván Google-nek, vagy YouTube-nak nem probléma, bár kettő ugyanaz, de a kisebbeknek igen, úgyhogy ez gyakorlatilag eltünteti a konkurenciát a nagyobbak számára. So what can you, the YouTube creator, do? Well, if you live in Europe, probably nothing. <laughs> Ugye, azt mondja, hogy mi az, amit mi, mi tehetünk, már a, a azok, akik a felhasználók, azt mondta, hogy Európában, aki él, az gyakorlatilag semmit. In about a month, 27 countries who are members of the EU are expected to adopt the Article 13, Article 17 So what I a month, the 27 member states will have to accept it and include it in the legal package that they use, and in practice, within two years. And in two years, the law will be fully implemented. However, if you live outside of Europe, then read the copyright directive. Listen to commentators and experts on the law. Keep yourself informed because if the law can pass in Europe, Ugye, amit mond az az hogy át kell olvasni ezt a, a hegyére, megtanulni, hogy, hogy lehet ezt hogy lehet ehhez és alkalmazkodni kell hozzá ez az amiről beszél. A probléma az hogy haladunk az nem csak mondjuk és hang, vagy videó hanem hanem fotók is, képek, a mémek, a gifek, és ezek a dolgok. Ugye el fogunk jutni oda, mert végül is egy fotóművésznek a fotója az, az ugyanúgy egy, a szerzői jogvédelem alatt áll. Azok a képek mondjuk, amik az indexképek az én videóimnál, azok mind szerzői jog védettek, de ingyenesen felhasználhatók. Tehát az egy mémnek minősül, viszont az ingyenesen felhasználható, de hát gondolj bele mindenki, hogy mennyi ilyen kering az interneten a különböző oldalakon. Sőt, hát például Tumblr ebből él, hogy a gifeket rakják fel az emberek. Vagy Instagram, a mémekből, a Facebookon van rengeteg. Úgyhogy, sőt, hát minden, minden diavetítés videó például veszélybe kerül. Úgyhogy igazából a kontroll a lényeg, ezt akartam elmondani röviden, hogy nem, nem az a lényeg, hogy nem bevételt akarnak ezek a nagy cégek, ezek mind állami cégek, Google, a Google, a YouTube, vagy ez a Twitch, meg az összes többi, amit persze ú, nekünk azt mondják, hogy ezt mit tudom én a garázsba, de ezek mind-mind állami projektek és állami irányítás alá tartozó cégek, azok a karakterek, akik ezeket vezetik, azok, azok fiktív karakterek úgy, mint mondjuk a Télapó vagy, vagy Stephen Hawking. Persze léteznek, de ők eljátszanak egy szerepet. Ez, ez, mint, ez az egész ré, ugyanúgy része az államapparátusnak, mint a NASA, vagy, vagy az összes média például. Then it's only a matter of time before movie producers, record companies, news corporations do their best to get a similar law on the ballot in your community. Tehát a, amiről beszél az az, hogy a, a, zene, illetve a filmproducerek, vagy a média cégek, azok arra fognak törekedni, hogy ezeket a törvényeket elfogadtassák az egész világon. Úgy értem, hogy ez a jövő. Tetszik valakinek, hogy semmi. Én ezt elmondtam már nagyon-nagyon sokszor. Ez van, ez lesz. Nem lehet ellene semmit tenni, de nem is kell. Like EU Parliament member Julia Retta said, today was a dark day for internet freedom ugye azt mondta ez a hölgy Julia valami, ne, nem tudom, pontosan európai parlamenti képviselő, hogy ez egy sötét nap az európai internet számára. But I want to hear what you think about article Oké, okay. innen átérünk arra, hogy ki mit gondol, bla bla bla, ezt nem fogjuk meghallgatni. Rendben, ez nagyjából az összefoglalója ennek az egésznek. Megmutatok még néhányat, ha valaki azt gondolja, hogy ez őt nem érdekli, hogy nincs olyan ember, akit ez nem érint. ez, ez a dolog, Gyakorlatilag ugyanaz, mint amit láthattunk korábban, amit már bemutattam százszor, hogy hogyan is konszolidálják a különböző területeken a hatalmat egy egységé. Ezt ez tényleg mindenkinek meg kell próbálni megérteni és meglátni, hogy mi az, ami történik. Haladunk szépen alfelé, hogy el, hogy minden egyes nagyobb területnek a gazdaságon belül, úgy, mint mondjuk ez telekommunikáció, vagy szórakoztatóipar, vagy média, egyetlen egy felügyelő szerve lesz a világon, és ez szerintem az előfutára tulajdonképpen az új világ lenne. Illetve hát nem szerintem, hanem hogy ez az, akár tetszik, akár nem. A helyzet az, hogy amit csinálnak, az az, hogy szépen lassan lehetővé teszik a cenzúrát anélkül, hogy azt cenzúrának hívnák. Ez, amit most láttok a képernyőn, ez bele tartozik a 13-as cikkelybe, ez szerzői jogvédelem alatt áll, ugyanis ez a hvg.hu tulajdona. Tehát két éven belül ez nem lesz megtekinthető az interneten, mivel ez beletartozik ebbe a kategóriába. És ö, nem csak ez, a linkek sem, amiket felhasznál Google ö, a kereső. Szóval mindezek a linkek, amik a Google keresőben megjelennek, azokért jogdíjat kell majd fizetni. Ugyanúgy, hogy ezért megszavazta az EU parlament az új irányelvet, ami alaposan megváltoztatja az internetet. Én nem akarok sok időt tölteni, de hát sose sikerül. Oké, okay. érdekes, ugye 13-as hívják, most átnevezték 17-re, de úgyis mindenki 13-as cikkelyként fogja ismerni, és ha már az érdekes érnek tartunk, akkor február 13-án született ez a megállapodás, ugye 13-án, és ezen a héten, kedden 13 óra előtt nem sokkal szavazták meg, 348-274 ellenében. Most azt elfelejtettem kiszámolni, hogy mennyi a különbség a kettő köz, hát ha valamit ki lehet hozni abból. Nyilván 348, 274, Ez 74, úgyhogy igazából nem olyan érdekes, de oké, okay. jó, ja, nem rosszul itt van, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ugye itt is van 213-as, sőt, a szavazás végül március 26-a tűzték ki, a 26 az pedig 2013, de számokról még később szó lesz. Arról van szó, hogy abban egy pillanat, ja igen, megyek tovább, megmutatok egy következő cikket. a 24.hu megszavazták a törvényt, ami megváltoztatja az internetet. Azt mondja, hogy ez irányelven biztosítani akarják, hogy az internetes vállalatok a jelenleginél többet fizessenek. Egy pillanat. Többet fizessenek a felhasznált tartalmak után a művészeknek. Pillanat. Így van. A zenészeknek és a hírszolgáltatóknak. Úgyhogy ez a három szektor az, ami egyelőre érdekelt művészek, én gondolom a filmekre gondolt, de a zenészek és a hírszolgáltatók, ezt már elmondtam, hogy a hírszolgáltatók, hogy így például, ami most van, hogy ezeket a cikkeket, ha megosztják videóban, akkor ők ezért szerzői jogdíjat követelhetnek kisebb platformokra, és a startup cégekre enyhébb előírások vonatkoznák, mint a nagyobbakra. Rendben. A korábbi tervezetek leginkább vitatott pontját a valamilyen formában szerzői jogvédelem alá tartalmak törlésére vonatkozó előírások jelentették. Végleges egységben már nincs szó kötelező előzetes szűrésről, sok bíráló szerint a platform valószínűleg így is algoritmus. Azt mondja, hogy ugye nincs a magában a 13-as cikkeben nincs szó arról, hogy kötelező lenne a szűrőprogramnak az alkalmazása, azonban a szituáció az, Hogyha a platform el akarja kerülni az, hogy, hogy megbüntessék, akkor kénytelen lesz ilyen algoritmusokat használni. Azt mondta Axel Voss, Európa Parlamenti jelentéstevő, hogy a módosítás kiegyensúlyozott nem fog cenzúrához vagy az internet halálához vezetni. Az újságírók, alkotók tisztességtelen díjazása azzal jár, hogy egyre kevesebben hajlandók ilyen munkát végezni, ami kevesebb minőségi tartalmat jelent. Ó, oh, nem is tudom, hol kezdjem. Oké, okay, értse meg mindenki azt, hogy amit újságírásnak hívnak, az nem más, mint propaganda. Nem csak a nyomtatott sajtóra gondolok, mert ugye az már eltűnőben van, de ugyanúgy annak a digitális formája, vagy pedig a képhang, szintén rádió, tévé, internetes videók, minden, ez az egész. Egy maroknyi cégnek a tulajdonában áll, és ők azok, akik az információt kontrollálják. Amit akarnak, az az, hogy azok, mint amit én is csinálok, egy alternatív vélemény ne tudjon egyáltalán felszínre kerülni. Én nem azért használom ezeket a cikkeket, mert ez az igazság. Én azért használom ezeket a cikkeket, mert ez az, amit elárulnak a propagandában, illetve az álomvilágban, ebből mi leszűrhetjük azt, hogy hol tartunk. Természetes, hogy van ebben igazság, amit írnak itt, meg az összes többiben, de amit én be akarok mutatni, az az, hogy hol tartunk időben most. Én nem azt mondom, hogy amit itt olvasunk, ezeken az minden az igazság. Én tudom nagyon jól, hogy ez propaganda, és ez a nagy része hazugság, de benne van az igazság, a másik meg az, hogy innen tudjuk, hogy hol járunk időben. Ezért akarom megmutatni ők pedig ezt akarják megállítani. De, de, okosak, az az igazság. El kell, hogy ismerjem, hogy, hogy lépést tartanak azzal, hogy a teremtő ossza a kártyákat. Legalábbis próbálnak. Az a helyzet, hogy őt nem tudják így se úgy se átjátszani, de akármennyire is próbálkozott az ellenség azzal, hogy, hogy a világot az internettel a teremtő, Jahua nagyon egyszerűen kiátszotta, mert az igazságot oda tette, az kész. Viszont a helyzet az, hogy lépést tart, legalábbis hát igyekszik minimalizálni a, veszteségeit, és, és kitalált egy, egy dolgot, ahogyan ezt meg tudja tenni, az pedig az, hogy elhiteti velünk, mint ahogy mindig, hogy ő a mi érdekeinket nézi, hogy a szerzői jogokkal, közben meg amit csinál, az tulajdonképpen cenzúra, csak nem annak hívja. Úgyhogy ö, elég zseniális a dolog, de, de végül is mindegy is. Úgy értem, hogy neki mindegy, mindenki, akinek meg, meg kell érteni az igazságot, az meg úgy is megfogja, ha tetszik neki, ha nem. De a helyzet az, hogy pontosan ez az, ami történik. Kitalált egy módszert arra, hogy hogyan lehet megakadályozni az információnak a szabad áramlását. Az, hogy hogyan tudja az igazságot megállítani, anélkül, hogy azt mondaná, hogy jó, oké, lezárjuk az internetet, ez az kész. Egyszerűen így. És ez az, ami történik. Ennek semmi köze a pénzhez, vagy ahhoz, hogy, hogy jó cselekedjenek ők a, a, a szerzői jogoknak a tulajdonosaival. Őket nem érdekli a szerzői jogok tulajdonosa. Hogy kiemelték a szabályozás normálvá fogja tenni a kötelező előzetes szűrés, tehát a jövőben ez lesz ami komoly korlátozás jelent, ugyanis ezek a szűrők vagy félterek nem képesek különbséget tenni. Az a baj, hogy az algoritmus nem képes felismerni azt, hogy melyik az, ami valóban megsérti a szerzőjogokat, és melyik az, ami nem. Legalábbis hát nyilván úgy csinálják, hogy ne legyen képes. Meg hát amúgy könyörgöm, azt ismeri fel, amit akar. Igazából én nem is tudtam fellebezni, nekem -nek én nem is kaptam semmiféle e-mailt azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit a kinek a miét sértettem meg. Én írtam a YouTube-nak többször, azt hitták, hogy küldtek egy e-mailt ezzel kapcsolatban, én írtam, hogy nem küldtek, úgyhogy nem is tudok fellebbezni három hónap. És ö, egyszerűen megállítják az információnak az áramlását. Rendben, Oké, okay, a... nézzük tovább, haladjunk tovább. Remélem, hogy értető mindenki számára, hogy mi is az, ami, ami történik. Ne gondolja senki azt egy pillanatig se, hogy ők a mi érdekeinket nézik, hogy őket egyáltalán érdekli, hogy miről van szó. Őket abszolút nem érdekli, hogy, hogy mi történik a pénzzel. A pénzt ők nyomtatják. Ugyanazok, akik nyomtatják a pénzt, ugyanazok irányítják a médiát, a bankot, a szórakoztatóipart, az oktatást, a tudományt, meg a politikát. Úgyhogy nekik tök mindegy, hogy, hogy az emberek mit uh, magyaráznak itt. Amit ők akarnak, az teljes kontroll, és uh, én remélem, hogy az, aki esetleg nem értette ezt az egészet, most betekintést nyert, és, és talán így jobban, Érz, érzik a, azt, hogy, hogy mi is, ami történik. A lapos föld ugyanebbe a kategóriába esik, de azt még szerintem majd ezután fog jönni, meg az összeesküvés elmélet, mikor majd azt fogják kitalálni, hogy, hogy van egy igazság, és ahhoz kell tartani magát mindenkinek. És a helyzet az, hogy mindenki, azok a tudatlan, ostoba emberek, akik harcolnak a lapos föld ellen, meg mindezek ellen, azok tulajdonképpen a saját sérjük a társág, a szónak a szószoros értelmében. Ugyanis ők harcolnak azért, hogy títsák le ezeket a videókat, azonban azt elfelejtik, hogy azok az igazságok, amelyeket ők elfogadnak, vagy esetleg megértettek, amik, amik nem olyan távol állnak a, az álomvilágtól, amiben félig élnek, azokat is el fogják tüntetni. Ami következik az az, hogy meg fogják határozni, hogy mi az igazság, úgy, ahogy az 1984-ben a nem is tudom, mi volt a neve annak a minisztériumnak, de azt hiszem, hogy igazságminisztérium, hogy valami ilyesmi lehetett. És, és lesz egy igazság, ezért találták ki az áhíreket, meg mindent. Az ellenség próbál lépést tartani ezzel az egésszel, és az a helyzet, hogy ő okosabb, mint mi. Úgyhogy ki fog játszani minket, de a teremtőt nem fogja tudni kijátszani. Úgyhogy Mire ő eljut ide, addigra mindegy lesz. De. De az a következő lépés, én biztos vagyok benne. Ezért találták ki a, az álhírt magát. Azt fogják mondani egyszerűen, hogy. sőt, a másik az, hogy. hogy a. a mi az, hogy hívják a, a klímaváltozás tagadás, a holokauszt tagadás, meg ezek a dolgok. M Már most is korlátozva vagyunk, olyan értem, hogy mi az, amit mondhatunk. A jövőben. Nem lesz olyan, hogy klímaváltozás tagadás. Egyszerűen csak az lesz, hogy mindenki elfogadta az összes tudós, hogy ez így van. És akkor nem minek hagyjunk fent olyan videókat az interneten, ami azt mondja, hogy nincs klímaváltozás, mikor mindenki tudja, hogy van? Egyszerűen csak letöröljük. Minek hagyjunk fel olyan videókat, ami azt mondja, hogy lapos a Föld, mikor mindenki tudja, hogy gömb, egyszerűen csak letöröljük? Ennek nem lesz határa egy idő után. Ez az új világrendnek a lényege. Ez nem, a, ez nem most lesz. Nem fognak elkezdeni letörölni engem, meg az összes többi embert innen az internetről. Ők már készülnek fel a következő rendszerre, ami, amit új világrendnek hívunk. Az, az, ami most történik, az az új rendszer törvényi háttere. Ezt mondtam a bankrendszerre kapcsolatban, de olvasni fogja mindenki itt cikkben hamarosan, hogy, hogy pontosan, pontosan erről van szó. Hogy, ez már a következő rendszer, a káosz utáni rendszernek a a törvényi háttere, de ezt elmondtam már egyébként több alkalommal, mert ez, ez most is így van. Ugyanezt írja egyébként, ez, ez newscientist.com arról beszélnek, hogy ugye ennek a törvénynek, illetve hát a 13-as cikkeinek és a 11-esnek, ami most 17-es, de mindegy, lényeg az, hogy ennek az a veszélye hogy az internetnek azt a azt a sokszínűségét, amit most az internet jelent, azt meg fogja ölni. Mint ahogy meg fogja. Ez egészen biztos. És ugyan, ugyanarról beszélnek itt, ez például Jim Killock, az Open Rights Group, ami ugye a, a szabad jogoknak a csoportja. Ez egy UK, vagyis Egyesült Királyságbeli Digitális Jogokért kampányoló csoport. Azt mondja, hogy nagyon nehéz azokat a szoftvereket előállítani, illetve eszközöket, amelyek képesek ellenőrizni a különböző tartalmakat, azért, mert nem, nem, képesek ezek, a, ezek az algoritmusok azonosítani az összefüggéseket, és nehéz meghozni a döntést, hogy most az megsérti a szerzőjogokat, vagy nem. Csak azokat a hogy mindenki ugyanerről ér, nem csak 24.hu, hogy ne olyan az, anya, hogy én a ból szerzem az információt, de nézzük, nézzük tovább, hogy mi az, amiről itt még szó van. Menni fog a következőre. Még valamennyi idő van, amíg ez hatályba lép, ugye arról beszélnek, és addig még megpróbálok megtenni mindent, ezt mondja ugye a csoportnak a vezetője, akik lobbiznak ezért, ugye, akik támogatják ezt a, a cikkeit, vagy törvénytervezetet, azok a zene, videó, illetve készítők, illetve a hírcégek, ők azok, akik szeretnék, hogy ez hatályba lépjen. De egyébként, mondom, nekik oly mindegy, úgy értem, hogy nehogy, nehogy azt így valaki egy, egy pillanatig is, hogy létezik olyan, hogy független filmstúdió, vagy független zene stúdió, vagy akármi. Ha, ha, létezik is, akkor arról nem hallott senki, csak a szomszédjaik, meg a családtagjai. Minden, amiről mi hallunk, az mind azért van ott, hogy valamilyen módon befolyásolja az embereket. Én nem győzöm a videókat készíteni ezekről a dolgokról. Remélem, hogy ez mindenki számára kezd világosá válni, hogy a zene, és különösen egyébként a zene, meg a zene videó, az katasztrofális hatással van a, a nézőknek a, az elmére ha egyáltalán lehet így fogalmazni. Még. Ez itt BBC, arról beszélnek, hogy ez egy ellentmondásos törvény, és annak ellenére, hogy a mémek és a gifek még maradhatnak, ettől függetlenül a zeneszerzők és a különböző tartalomgyártók azt mondják, hogy végre, végre, van egy olyan törvény, ami, ami őket kompenzálni fogja, azonban a másik oldala ennek, hogy, hogy a felhasználók által generált tartalmakat ez teljes mértékben el fogja pusztítani az internetről előbb vagy utóbb. Sőt, a szerzői jog, jelenlegi a szerzői jogi törvények, jelenleg megengedik a tartalom az eredeti tartalom hogy, hogy meghatározzák, hogy az ő munkáik hogyan is vannak védve az által. Rendben. Nézzük, ugye azt már láttuk 348 és 274 ellene és 348 mellette. Ez volt a 11-es, az Ó, ez is érdekes egyébként a 11-es cikke, hogyha valaki esetleg hallott erről, csak villámgyorsan elmondom azt, hogy hogy ez a keresőkre vonatkozik, és a, a, hír összesítő, olyan, mint a Buzzfeed, azt hiszem, az, vagy a másabb, ahol így a híreket össze, nem tudom, magyarul is biztos vannak ilyen oldalak, ahol mindenféle weboldalakról híreket gyűjtenek össze, ugyan, és nekik is fizetni kell majd, a linkekért. Szóval ez az egyik. Gyakorlatilag, gyakorlatilag korlátozni fogják az információ áramlását. Ez, ez gondolom világos mindenkinek. Amit akarnak, az az, hogy. mint a klímaváltozás. Ma, a, én pont ma beszéltem az egyik tanítványom, megpróbáltam neki magyarázni, hogy hogy a klímaváltozás, meg globális felmelegedés. Én tisztában vagyok vele, hogy ember által alkotott, direkt csinálják, szóval ember által alkotott, vagy hogy mondjam, befolyásolt, de a lényeg, ők nem akarnak megvédeni a környezetet. Ha meg akarnák védeni a környezetet, akkor a szívószálat nem csomagolnák egyesével műanyagba. A műanyag szívószálat egy műanyag zsákba, meg azt összeteszik egy nagyobb műanyag zsákba. Akkor nem lenne mindenhol műanyag sörösdoboz, meg műanyag zacskóba csomagolt műanyag zacskók. Világos? Ők, ők nem, nem érdekli a, tör, a környezet. Amit ők akarnak, az az, hogy korlátozni az emberek mozgás szabadságát. És, és ezt elérhetik úgy, hogy az autót kivonják a forgalomba. Vagy meg a repülőt. És ez az, ami következik. Szóval mi, minden arra van, úgy van kitalálva, hogy, hogy egységesítse a világot és az embereket szétforgácsolja a különböző csoportokra és azokat, mint egy, mint egy állatállományt gyakorlatilag be, bezárva tartsa és minél inkább le lekorlátozza a szabadságát. Ez az, ami történik. A 13-as az pedig ugye elmagyarázza azt az BBC, hogy a nagyobb technológiai cégeket fogja a felelősségre vonni a szerzői jog engedélyek megsértése miatt. Ez már most is, ugye a technológiai cégek már most is e, eltávolítják azt a zenét vagy videót, amelyik szerzői jog által védett tartalmat közül. Ugye hát ez az, amiről beszéltem, ami az enyém is volt. Azonban az új törvények értelmében még felelősek is lesznek. Még, még eddig a felhasználó volt a felelős, mostantól a platform lesz a felelős. Úgyhogy nem fogják engedni egyszerűen, hogy. Hogy feltöltsék ez a 13 cikke egyelőre nem foglalja magában a, hát ugye a felhőn tárolt szolgáltatásokat, és a paródiákat, illetve a mémeket. Szóval a mém még marad egyelőre, meg a gif, az ilyen kisebb animált, vagy rövid videóklipek, azok a, minek hívják a Vine, a néhány másodperces vicces videók, stb. Ezek egyelőre még maradhatnak, de azt mondják ugye a kritikusok, és ez itt van, hogy a 13. egy lehetetlenné teszi azt, hogy akár a legrövidebb szerzői jog által védett videót is feltöltjük ezen túl a Facebookra, vagy a Youtube-ra, vagy bármiféle más hasonló weboldalra, vagy akármilyen weboldalra. És ez a helyzet egyébként. De rendben. Következő... Ugye megint csak elmondta, hogy a mém mémek még rendben vannak egyelőre, hogyha, hogyha idézni szeretnénk valamit kritizálni, vagy pedig karikatúrát készíteni, paródiát, illetve, hát nem tudom mi a pesztés, de még van itt egy másik, amit most hirtelen nem teszem, hogy mi a, reviewt, review-t minek hívják, de mikor elmagyarázzuk, hogy mindegy, hogy mi mily a tartalom, miről szól tulajdonképpen, megvan ennek a megfelelő. Tehát ilyen, néhány, néhány kivételt azért lehetővé tesz. Rendben. Igen, ugye a Robert Ashcroft, ő a vezigazgatójának a PRS a zenéért, ők azok, akik ugye a szerzői jogok után összegyűjtik a, a bevételt, és ő azt mondja, hogy ez egy nagyszerű dolog, a művészeknek és egy hatalmas lépés előre a fogyasztóknak és azok számára, akik létrehozzák ezt a tartalmat elsősorban. Azt mondja, hogy a nagyszerű ebben az, hogy az átlagemberről lekerül a felelősség és átkerül a platformra, de a probléma az, hogy, hogy ez. Persze jó, mert így nem az, nem az ember felelős vagy nem a felhasználó felelős, de a helyzet az, hogy a platform nem fogja engedélyezni az, hogy 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 egyáltalán a, a, oda ezeket a tartalmakat, szóval gyakorlatilag mi, mi ebben nem tudunk nyerni, de hát végül is nem is kell. Igazából azért mondtam, hogy 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 az internet vége, vagy azért is uh, írtam azt, vagy választottam azt a címet, hogy az internet vége, mert ez előre vetíti számunkra az internet végét. Most azok, akik, akik uh, akiknek hogy mondjam értelme van, ha lehet így fogalmazni, ezek, ezek uh, láthatják, hogy mi az, ami következik. Ez is elég szigorú, ami most van arról nem beszélve, amit, amit a 13-es vagy a 17-es léte fog hozni, azonban ez az még nem lesz a vége. El fogunk jutni oda, hogy, hogy egyáltalán semmit nem lehet majd felhasználni, amit bárki más hozott létre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet elemezni majd egy újságcikket, mert az algoritmus megtalálja, hogyha nem is mutatom meg a képernyőn, akkor az idézetet is meg fogja találni, és az idézet is szerzői jogvédelem alá esik. Szóval, ha én ezt felolvasom, az is bele fog tartozni ebbe. Úgyhogy gyakorlatilag nem lehet majd a hírekről egyáltalán kritikát megfogalmazni, ami a review egyébként most eszembe jutott. De rendben, azt mondja Catherine Steeler, hogy és ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom ezt az idézetet egyébként, hogy hogy felmerült az a kockázat, hogy egy olyan zárt társadalmat fogunk kreálni ezúttal, hogy sokkal inkább fel kellene használnunk a, a digitális fejlődését technológiának arra, hogy, hogy egy, egy, nyitottabb világot hozzunk létre, ellenben hozzuk létre fel ezt a zárt társadalmat. Ahol a, ahol a tudás eh, hatalmat gyakorol, illetve, bocsánat, nem, hatalmat ad és teremt a, a társadalomnak, az embereknek, és nem pedig a, azoknak, akik azt irányítják. Ugye úgy mondja, hogy a soknak ad hatalmat, és a kevéstől elveszi. Arra gondol, hogy, hogy amit tennünk kellene, az nem, hogy egy ilyen zárt társadalmat létrehozni, mint amit fogunk csinálni. Ugyanazt mondja, amit én mondok tulajdonképpen amit létre akarnak hozni, az egy zárt társadalom, ahol korlátozni fogják az információnak a, az áramlását. Erre hívja fel a figyelmet Catherine Steller. Azt mondja, hogy, hogy egy, nyitottabb társadalmat kéne. Ezeket a technológiai fejlődéseket, vagy fejlesztéseket arra kéne felhasználni, hogy, hogy átadjuk a hatalmat az embereknek, nem pedig elfelevegyük tőlük. De pontosan ez történik. Szóval ezért mondom, hogy én nem azt mondom, hogy minden igazság, amit idejének, de ha tudunk olvasni a sorok között, akkor látjuk, hogy ő ugyanazt mondja, amit én. Amit létre fognak hozni, az egy zárt társadalom, ahol nem lesz ellenvetés, ahol lesz egy hivatalos vélemény, az kész. De az embereket nem is érdekli ez, szóval tök mindegy, mert ők ezt elfogadták, hogy ez... Őket nem érdekli. Úgy értem, hogy a többség... A többséget minden jobban érdekel, mint az, hogy mi történik a valóságban túlságosan el vannak foglalva az álomvilággal. És hogy ezért ilyen egyszerű ezeket a dolgokat létrehozni, mert nem érdekli az embereket, hogy, hogy mi történik a világban. És egyszerűen csak azt mondják, hogy oh, mit érdekel engem. Úgyse nézi, megnézi a, azt, hogy mi történik a tévében, mit mond a tévé, hogy mit gondoljon, az kész a tévé azért van, hogy elmondja, hogy mit gondoljon az ember. Mint a villanypásztor. A CNBC, ugye, amiről, ami itt van, ezek tüntetések, ugye, Európa szerte ezzel kapcsolatban, és a azt írják, hogy ha egy internet felhasználva vagy Európában, akkor jó esélye van annak, hogy a Youtube és a Facebook és az ehhez hasonló platformok drasztikusan meg fognak változni az elkövetkezendő időkben. Az Európai Parlamenti széleskörű törvényjavaslatot fogadott el, és ez megváltoztatta az elmúlt két évtized szerzői jog szabályait. Ó, és a kritikusok, mikor azt írják, hogy a kritikusok azért aggódnak, meg ezek a dolgok, akkor azt mondják, ami van, tulajdonképpen. Világos. A kritikusok azok, ők elmondják, hogy mi az igazság, csak úgy csinálnak, mint hogy azt mondják, hogy a kritikusok ezt mondják. A kritikusok azért aggódnak. nézzük meg mindenki, hogy mi azért. Mert ez me ezzel mellé lőhetünk ezzel a törvényjavaslattal, és végül online cenzúrához vezethet. Világos? Ez, vilá ez, ez, egyértelmű mindenki számára, aki gondolkodik, oké? Okay? Hogy ez a cél. Ez gyakorlatilag megtalálták a módját annak, hogy hogyan tudnak cenzúrát bevezetni egy idézőjelbe tett demokráciában, ami, amire a legtöbb ember gondolja, hogy ők élnek egy demokráciában. Oké, okay, figyelj, figyelj mindenki. A neve ennek a direktívának, vagy, vagy gondolom a szabály, hogy Szerzői jog az egy digitális piacon, az egységes digitális piacon. Világos? Digital Single Market. Egységes vagy egy. Ők már egységesnek veszik a digitális piacot. Érthető. Ez lesz az egész világ. Ez így értendő. Persze most Európában a 27 tagállam között, de ők egynek veszik, egy single, egységesnek veszik a digitális piacot már most világszerte. Azért, mert ez egy. Ezért, van, ezért, mutattam meg a videót a múltkor. ha, ha, ha jól emlékszem, bár lehet, hogy még nem jutottunk el oda, World Government Summit-ról, a világ, világkormány csúcs találkozó. De, de, nem csak világkormány csúcs találkozó, a világkormány találkozó, azt hiszem, most Dubában volt, azt mondták, hogy annak az a szerepe az, hogy meghatározza a célkitűzéseket a világ számára az elkövetkezendő egy évben. A világ számára. És ennek ellenére az emberek azt mondják, hogy amit itt hallanak, az egy összeesküvés elmélet. Azért, mert az nem egyezik meg azzal, amit hallanak innen, amit elfogadnak. Mert a CNBC, a magyar hírlap, meg a, ezek a szemetek, nem tudom még, hogy mi a többi, ezek azok, amik, amiket az emberek elfogadnak, mint igazság. Hogyha bárki mást állít, akkor az, az egy összeesküvés elmélet. Vagy vagy az a kitaláció, vagy az a fantázia, meg ilyen nem lesz, nem volt, és többi. De nézzük tovább. Rendben. Szóval a cél az. Jó, oh, igen. Ugye, ugye azt szeretnék most már, hogy a Google News egyébként különösen nyomás alá került, sőt, azt mondta a Google, hogy a helyzet odáig fajult, hogy lehet, hogy arra fog, rá fog kényszerülni, hogy a hír összesítő platformjait kivonja Európából. A hír összesítő azt jelenti, ahol a híreket egybegyűjtik egy platformon. Nem úgy, mint a BBC, hogy ott ők a saját cikkeiket publikálják, hanem egy platform, ahol az összes cikket, összegyűjti az internetről. Ami mondjuk megjelenik ma BBC, CNBC, Magyar Hírlap akár. Jó, hát mondjuk nem hiszem, hogy nyelveket összesíti, de, de valószínűleg mondjuk angolul. Sőt, el tudom képzelni azt is, én nem használom, hogy tematizálva csinálja ezt az egészet. De amit mond az az, hogy, hogy meg kell, hogy szüntesse. Sőt, hogyha valaki nincs tisztában ezzel, Google megszüntette a Google Plus-t. Ami ugye egy primitív verziója volt a Facebooknak, Google Plus az a Googlenek volt a közösségi platformja. Ők már ezt megszüntették most. Én biztos vagyok benne, hogy az előre vetítette azt, hogy mi az, ami vár a többire. Én, én úgy, érzem, úgy gondolom, hogy, 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 hogy valamilyen szerepet játszott ebben a dologban. Vagy nem akartak belemenni a szerzői jogi küzdelmekbe, bár mondom, én másképp tekintek erre az egész. Én úgy gondolom, hogy ez egy színház, amit most olvasunk, ami a háttérben van, az tulajdonképpen az, hogy hogyan lehet az internetet cenzurázni, mint ahogy ők azt elmondták. És pontosan ez az, amit csinált Google. Megszüntette a Google plus t és akkor neki így nem kell foglalkozni ezzel. De igazából küldött szerintem egy, egy ilyen subliminális jelet, vagy egy ilyen tudat alatt egy ilyen egy jelt, az internetes társadalomnak, hogy ő már ebből kihúzódott, hogy mindenki érezze, hogy mi is az, ami ami történni fog. Tehát, amiről szó van, az az itt, hogy ami, ami következik, az az hogy ugye, hogy lesz egy, egy algoritmus, erről már, erről már volt szó, ami ki fogja szűrni ezt. Jelenleg a, a szerzői jogok birtoklói azok, akiknek, akiknek késze kell venni, amikor megsértik ezeket a jogokat, és, és hogy amikor észrevesztik, utána tudnak ugye valamiféle jogi jogorvoslatot kérni, és, és hát kártérítés, hogyha ha ez lehetséges. Az új szabályok értelmében most már ugye a technológiai cégeké a felelősség, és nem pedig a az ő felhasználóiké. A helyzet az, hogy ez oda, tud, oda fog vezetni, ugye ez az előszülő rendszer, ez az algoritmus, ez a mesterséges intelligencia, ami megszűri, hogy milyenek a tartalma, ez oda fog vezetni, hogy minden, a mémektől, a gifekig, illetve hát ugye a videó természetesen, vagy audio, az meg sem fog jelenni ezeken a, ezeken a megosztókon. De nem csak ezek, hanem a különböző linkek, vagy pedig ugye itt arról beszél, hogy cikk részletek, idézetek sem. Ezeket sem lehet majd megosztani. Sőt, a szabadság, a szólás szabadság is veszélybe kerül. Érdekes, amiről beszél. Rendben. Hát utána itt arról van szó, hogy, hogy természetesen lobbiznak azért, ezért különösen a, a hírcégek, illetve a filmgyártók. Még itt találtam valami érdekeset, de már nem akarom itt keresgetni. Villám gyorsan, megpróbálom még 5 percben lehet hogy nem megyek már bele hiszen így is egy óránál járunk rendben hát akkor akkor valószínűleg ez lesz az a pont ahol ahol megállok úgyhogy ha, ha esetleg van valami kérdés akkor azt még megválaszolom vagy megnézhetjük de ennyit röviden a 13-as szerintem mindenki érti ha, ha valakinek esetleg egy egy Összefoglaló kell, igen, Google Plus és nem használta senki, meg amúgy is elég idiót dolog volt, de mondom, szerintem mindenben több van, mint ami elsőnek ö, elsőnek tűnik. Szóval azt akarom mondani, hogy amit csinálnak most, amit amit ez jelent, és am, ami történik, ami folyik a szemünk előtt, az az, hogy szépen lassan egyrészt húzzák össze, össze a rendszert, egy egységi azáltal, hogy a különböző területek szabályozását egy-egy testület oldja meg nagyobb régiónként, mint az Európai Unió, stb. Illetve hát most látjuk, hogy már az egész internetet ők egy piacnak veszik. A másik az, hogy hozzák léte szép lassan az új törvényi szabályozása. Ez egyértelmű. Itt azt hiszem, hogy mi várható az új világrendben, illetve a világkormány idején, sőt, Szerintem, ha visszagondol mindenki, megbeszéltük a pénzügyi piacon, hogy ez a szabadrablás, ami most van, ez ez ahhoz vezet, hogy már most ők készítik elő, illetve már megvannak, azok az a nemzetközi ö, szabály, szabályrendszer már megvan, illetve a, a jogszabályi háttér, hogy ezeket kiszűrjék, csak még nincs hatályban. Ugyanez érvényes a környezetvédelemre, ezért épül a rengeteg bicikliút, ezért épül a gyorsforgalmi vasút, világszerte, én erre is felkészültem, már csak még nem volt időm, hogy bemutassam ezeket a... De lehet, hogy jövő héten megfogom. És akkor mindenki, mindenki megérti, amiről beszélek. Gyorsasút hálózat épül mindenhol. Magyarországon rengeteg milliárd forintot követenek arra, hogy felújítsák a, a vonathálózatot, a vasúthálózatot, és a bicikli utat azért, mert nem lesz autó és repülő. Ez ez nemzetközileg így lesz. Ezért mondom azt, hogy minden területen szépen lassan haladunk egy egységes kormányzás irányítás felé. Amit most ebben a videóban láthatott mindenki, az az, ahogyan az internet ki fog, ki fog nézni, illetve amit szeretnének, hogy, hogy az internet milyen legyen. Úgyhogy Igazából ez a legfontosabb üzenete. A részletek nem számít. Még annyit hagyd mondjak el, hogy én, én erre fel voltam készülve a kezdetektől fogva. Szóval, ha valaki azt gondolja, hogy engem ez váratlanul ért, akkor egyáltalán nem. Nem azért, mert olyan okos vagyok. Egyrészt én hiszem, sőt tudom, hogy a teremtő vezetés rengeteg dolgot elárult nekem. Úgyhogy, úgyhogy hála neki elsősorban. Mindezekért. Sőt, elárult továbbra is, meg megmutat. De ez világos volt mindenki aki össze tudja adni, aki, aki, tényleg csak minimális intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, és ismerette a világról, hogy az ember összerakja, és kikövetkeztesse, hogy merre vezet ez az út, amin elindult a világ. Szóval, vil én nem, én, aki, aki, érti, hogy mi a végkifejezetten a történetünknek, az tudja, hogy ez a szabad internet meg fog szűnni. Úgyhogy ez nem ért váratlanul egyáltalán. Én erre fel voltam készülve, engem nem érdekel. Én addig akarom ezt csinálni, amíg lehetséges az információt eljutatni az emberekhez, hogy hagyd nézzék, hagyd gondolják át az életüket, és hozzanak másféle döntéseket, de abszolút hidegen hagy, hogy nem lesz szabad internet, vagy letölik a csatornát, vagy akármi. Annyi idő van, amennyi idő van, az kész. A teremtő az, akinek a kezében van ez a folyamat. Úgyhogy én nem izgulok azon, hogy, hogy letörlik, vagy nem. Persze, nyilván rengeteg munka van benne, de nem én vagyok az, aki irányítja ezt. Ő tudja legjobban, annyi időt hagy a világnak, amennyit hagy. Aztán utána nem lesz szabad internet és kész. Ez a kezdetektől fogva világos és nyilvánvaló volt. Sőt, azért készítettem ennyi videót, mert tudtam, hogy rövid az idő. És ha akkor rövid volt az idő, akkor el tudja képzelni mindenki, hogy most mi a szituáció. Ugye ez volt 2019. 3. 29. én az élőadás. Az Infobubble csatornán, és remélem, hogy, hogy mindenki ilyen vagy olyan módon talált valamit, ami, ami hasznos számára. Én azt javaslom, hogy gondolja át alaposan mindenki, hogy hogy mi az, amit csinál, meg hogyan éli az életét, mert ha eddig kevés idő volt, akkor, akkor most láthatja mindenki, hogy csak valójában mennyire kevés idő is van. Ez, ez a legfontosabb igazából, úgyhogy halleluja, és találkozunk vasárnap este hétkor a Yahoo! útja csatornán, illetve talán kedden jövő héten. De lehet, hogy hétfőn. Ja, maradjunk abban, legyen hétfő este. Jövő hétfőn itt élőben az még bele fog férni. Már a ked, nem hiszem. Jövő hét, hétfő. Vasárnap vasár, 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 mi van? Holnap után. Vasárnap hétkor a Yahoo útján, hétfőn pedig 20-30-kor itt. De ezt majd úgyis is kiírom. És akkor hétfőn pedig lehet, hogy megmutatom ezt a vasút történetet, meg egy-két dolgot azzal kapcsolatban. Meg a 13-as számról mert már annyi mindent kigyűjtöttem, csak nem akarok belemenni. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és ha mással nem is, de legalább mindenki megnyomhatná a Like gombot, meg megoszhatná ezeket a videókat, az nagyszerű lenne. Úgyhogy a legjobbakat és halleluja! Csalom!